30 kiló húsból készült a kakas pörkölt hétvégén. Augusztus 20-án nem csak az államalapítást ünnepelték Kakasdon, a hagyományokhoz híven ezen a napon tartják a falunapot is. Ennek része volt a főzőverseny. A résztvevők többsége azt mondta, a jó pörköltnek nincs titka. Az összetétel, hogy jól legyen belerakva minden, nem kell túlfűszerezni, és hogy megfőjön. Nem csak gasztronómiai, hanem kulturális programok is színesítették a rendezvényt, amelyen többek között a testvértelepülések delegációja is jelen volt. Négy testvértelepülésünk van, Deákiból, Csíkfalváról, Székelykakasról és Radiborból, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy minden testvértelepülésünk elfogadta a meghívást és részt vett rajta. Megáldotta a kenyért, kenyeret nyugalmazott püspökurunk Mayer Mihály, és egy cipót minden testvértelepülésnek át is adtunk. Ünnepséggel folytatódik itt a Kakasdi Általános Iskola udvarán a rendezvény, ünnepi köszöntővel, a Csillagösvény népdalkör előadásával, és a Német Egyesület is föllépett az énekarával. Az ünnepi köszöntőket követően a falu díszpolgár címeit is átadták. Ezúttal Hilc Ádám és Szakács László Kakasdért tett több évtizedes munkáját ismerte el a község képviselő testülete.